Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják. Mutatom, mivel készültünk a következő percekre, tartsanak velünk. Kezdetét vette a 40 napos nagybőjt. Garára látogatott a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Bátaszéken bállal búcsúztak a farsangi időszaktól. Február 22-én elkezdődött a húsvét előtti nagybőjt. Ennek szabályait az egyház mára enyhítette, csak hamvazó szerdára és nagypéntekre ír elő szigorú előírásokat. A 18 és 60 év közötti hívek csak háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól. Az időszak a megtisztulásról, a bűnbánatról és az áldozatvállalásról szól. A farsangi időszak vízkeresztől húshagyókeddig tart, ez idő alatt különböző mulatságok, bálok zajlanak. A székelyeknél jellemző ilyenkor az úgynevezett húshagyati bál. Ez a nap a húshagyóked napja, amikor is utoljára ehetnek húst azok, akik csatlakoznak a 40 napos böjthöz, ami 2023-ban, február 22-én kezdődött. A nagybőjt kezdete valóban hamvazó szerda, hiszen ebben a szentmisében áldják meg azt a hamut, amit előző évben virágvasárnap barkákat, pálmaágakat megszentelt az egyház. Ezt a székelyek pimpónak nevezték a barkaágakat, és ezt elégetik, kiszitálják a hamut, ezt áldja meg az egyház, és a bűnbánat jeléül a híveknek a homlokára evel a hamuval egy keresztet rajzolnak, vagy pedig meghintik az emberek fejét egy kis hamuval. Ez az ószövetségi zsidó szokás volt, hogy amikor a zsidók bűnbánatot tartottak, akkor megszaggatták a ruhájuknak a szegélyét, és a bűnbánat jeléül hamuba ültek, hogy a bőjtölésüknek, a bűnbánatuknak adják meg a külső jelét. Na most az egyház ezt a hamvazás szentelményét így átvette, és a nagybőjt kezdetén mi is bűnbánat jeléül hintjük meg a népeket hamuval, mondván, hogy porból lettél és porrá leszel, vagy pedig egy másik szöveget is használ az egyház, térj meg és higgy az evangéliumban. A nagybőjtnek bibliai eredete van, miszerint Jézus is 40 napig volt kint a pusztában, és ő is megkísértetett. Mi is életünk bármely területén megkísértetünk. A nagybőjt az Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának is az emlékezete. És általában péntekenként tartunk bőjtöt, és a templomba keresztúti ájtatosságokat tartanak. Jézus 14 stációjának szenvedésének állomását imádkozz el az egyház. Ez egy kis szertartás, énekelve, imádkozva Jézus kínszenvedésére emlékezünk. A bőjt az fontos, hiszen az embert önfegyelemre próbálja nevelni, hogy uralkodjunk az ösztöneinken, az érzelmi világunkon, és egy kicsit, hogy bűnbánatot gyakoroljunk. A bőjtnek ez a jelentősége, hogy meghozza az ember szívében a bűnbánatot. Mindig egy tisztulási idő volt, egy testi szellemi tisztulási idő, ez a 40 nap, hogy felkészüljünk a húsvétra, a feltámadásra. Bőjtölni többféleképpen lehet. Régebben a bőjtnek a legegyszerűbb formája, hogy a régiek, még az öregjeink megtartották a szerdát is, ezt kántorbőjtnek nevezték, de az újkor kereszténysége a péntekeken bőjtöl, és jelentette ez a pénteki hústilalmat, háromszori étkezést, egyszeri jól lakást. De a bőjtnek abban a modern világban már annyi módja van,
felkeresem, akit nem látogattam meg, megbocsátok annak, aki haragos. Ez is egy belső munka. A bőjt nem más, mint az én áldozatom, hogy meghozom egy nagyobb jó érdekébe az áldozatot. És bizony ez sokszor munka, lemondás, és ez azért az embert lelkileg is növeli, és kialakít benne egy nemes lelkűséget is. És a bőjtnek sokféle módja van, nem internetezek, hanem fogok, elolvasok egy lelki könyvet a nagy bőjt idején, vagy elmegyek könyvtárba, vagy nagyon sok módja van. A szemnek a bőtje, hogy nem nézek olyan dolgokat, hanem inkább jó cselekedeteket próbálok tenni. Bevásárlok egy idős nyugdíjasnak, vagy öreg anyámhoz elmegyek egy héten kétszer, és meglátogatom, meghallgatom őt. Bőjt néha-néha egymással foglalkozni, emberi kapcsolatainkat újra éleszteni, és meg egyszerűen figyelni nem csak önmagunkra, hanem másokra is. Ha valaki vegetáriánus, annak nem bőjt, hogy nem eszik húst. De viszont az, hogy nem beszéli ki a másikat, az bőjt lehet. Az jó cselekedetre indíthat engem, vagy bárkit. És sok formája van a bőjtnek. A 40 napot követően pedig a húsvéti ünnepkör veszi majd kezdetét. Ami az öröm ünnepe, a feltámadás ünnepe, és hát a legnagyobb keresztény ünnep, mert hiszünk a lélek feltámadásában, hogy nem állunk meg a temető kapuba, hanem aki katolikus keresztény, általában a temetőkben kin van, hogy föltámadunk, hogy nem egy megsemmisülés reményében halunk meg, hanem hisszük az örök életet, amit Jézus készített a mennyei atyánál, hogy nem egy, az emberi élet nem egy semmibe süllyedés, hanem egy örök élet a léleknek, egy beteljesülése az emberi léleknek, életnek. Ezúttal Garára látogatott a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, a szervezet ugyanis egy új projektbe kezdett, miszerint szűkkörű megbeszélésekre invitálják a hagyományőrző egyesületeket, hogy minél szorosabbra fűzzék az együttműködést. Nem volt olyan tánccsoport, ami hosszabb ideig működött volna, hanem az asszonyoknak a tevékenysége zajlott, ugye mi az ének kórus, és akkor ők szervezték az életet, a székelybálat, és akkor igazából mind a mai napig abból vagyunk, vagy abból nőttünk ki. Egyesületi látogatásra érkezett a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezetősége a Garai Székelykörhöz. Az 1945-ben a faluba telepített székelyek a Bukovinából magukkal hozott kultúrájukat, népviselet, ének, zene, tánc, a mai napig őrzik. 1962-ben a helyi asszonyok népdalkört alakítottak, és népviseletbe öltözve énekeltek először bukovinai népdalokat. Egy kölcsönös megbeszélés történik, mi egyesületünk is bemutatkozik. Voltak nálunk mostanában a vezetőségben váltások, tehát fiatalitás volt, illetve az aktualitásokról beszélgetünk, illetve a jövőbeni tervekről. A csoport legfontosabb feladata napjainkban a hagyományok megőrzése és bemutatása a közösség és hazánk lakóinak. A fiatalok megismertetése a székely kultúrával és ezáltal az utánpótlás biztosítása. Mindenképpen jó, hogy eljöttek hozzánk, hogy a párbeszéd megtörténik, hiszen ha átmegyünk egy rendezvényre, egy fesztiválra vagy a fellépésre, mindenkinek van feladata. Nem biztos, hogy le tudunk ülni egy asztalhoz és kötetlenül beszélgetni. Tehát erre sajnos nincsen idő, még ha egy találkozás is, az az adott fellépés. És
ilyenkor, tehát a mostani eset pedig nagyon jó, hogy eljöttek, van két szabad óránk, többen is jöttek, mi is többen összejöttünk az Egyesület vezetőségéből, és itt mindenki megoszthatja egymással a véleményeit. Ugye a szövetség vezetőségében csupa kitűnő szakember, rutinos, sokat látott tagok vannak, tehát mindenképpen számítunk a meglátásaikra, véleményükre, illetve ha nekünk is vannak jó dolgaink, vagy jó menő dolgaink, szívesen megosszuk velük, és hát a dicséretet is megkapjuk, úgyhogy mindenképpen azért is jó, hogy itt vannak nálunk. A gyerek most sok, ami nem gond, hanem nagy öröm nekünk, de ez gonddal jár. Úgyhogy állandóan ruhákat varratunk, kinövik őket, úgyhogy mindig adnak valamilyen feladatot, de ilyen gondjaink legyenek, tehát örülünk ezeknek a gondoknak. Az idősek sajnos elhalnak, ugye ez a természetrendje, amit mindig sajnálunk, ugye egyre kevesebb él a bukovinaiakból, már szinte alig-alig, és hát ez a gondok közé tartozik, de nem szoktunk panaszkodni, amit szeretek panaszkodni, hogy mindig bízunk a szép jövőben, bízunk a gyerekekben, az utánpótlásban, és ezért csináljuk és tapossuk a malomkereket. Az Egyesületben működik egy asszonykórus és több tánccsoport. Van egy asszonykórusunk, akik a gasztronómiát is ők viszik nálunk, néhány fő kiegészítésével, és akkor énekelnek, illetve van három tánccsoportunk, úgyhogy egy 60 viseletest fel tudunk vonultatni, ha esetleg olyan alkalom van, úgyhogy három csoportban dolgozunk, velünk táncolnak és énekelnek, az énekre is nagy hangsúlyt fektetünk. Egy jó sikerült székelybálon vagyunk túl. Farsang le is zárult, ugye a mai napon éppen, és márciusban két gyermekfesztiválra, megmérettetésre megyünk. Az első itt lesz a szomszédban Nagybaracskán, egy gyerek találkozó. Másik pedig március végén Kiskörösön lesz egy minősítő verseny, úgyhogy ott már feladat van a gyerekeknek adva. Várjuk a jó eredményt és a szép élményeket, és tapasztalják meg, hogy milyen egy néptánc verseny, egy néptánc minősítő, úgyhogy arra készülünk. Illetve a többi hónapban pedig már szintén vannak különböző találkozók, falunapi felkérések, külföldi lehetőség előtt is állunk. Nyáron tánctábort, nyári tábort szervezünk, úgyhogy van bőven programunk és feladatunk. Mi az, amivel tudunk és van lehetőségünk változtatni a ti érdeketekbe, hiszen azért van a szövetség, ugye, hogy mindenképpen a közösségeket képviselje, illetve mint ernyőszervezet képviselje és próbáljon programot nyújtani nektek. Fábián Gergé bácsi, ugye, aki volt, ugye ez most tiszteletbeli elnök, ő valamikor kezdeményezte azt, hogy végül is az elnökségi tagokat úgymond körbevitte mindent. Akkor még talán nem is volt ennyi csoport, és hogy ismerjék meg a közösséget, illetve a közösség vezetőit. Na most mi is ebbe fogtunk bele, és most éppen Garára érkeztünk. Most már jó pár helyen voltunk, Szekszárdon, Kisdorogon, meg Hőgyészen, illetve Tevelen. És hát végül is a célja mindenképpen az, hogy egy olyan fajta beszélgetést próbáljunk invitálni, illetve tulajdonképpen létrehozni, ahol azokról a dolgokról is tudunk beszélni, amiről, hogyha nagy közösségek van kint ugye összejönnek, akkor kevésbé van rá idő, illetve mód. Meg hát vannak olyan dolgok, amit talán úgymond egy szűkebb körbe szeretnének megbeszélni. Mindenképpen ugye az elsődleges cél az, hogy megismerjük őket, különösen az új elnökségi tagunk kérése volt, hogy ezáltal föl tudja térképezni azt, hogy tényleg körülbelül milyen korúak a tagságnak az összetevője, illetve mivel foglalkozom, milyen terveik vannak, és hogy milyen problémákkal küzdködnek. És hát természetesen a mi részünkről meg mindenképpen fontos egy olyan visszajelzés, hogy mi viszont mi az, amiben ebben tudunk segíteni,
illetve ugye nem anyagi oldalról megközelítve, de mindenképpen a tapasztalatok talán, ha összegyűjtjük azokat, akkor előbbre tudunk jutni, illetve mindenképpen a közösségek javát szolgálnánk. Természetesen mi is igyekszünk ebbe olyan dolgot, illetve programot előkészíteni, ami nekünk is úgymond terve van, illetve valamilyen szinten tehát be tudjuk vonni őket is. Tehát nem kimondottan egy színpadi produkcióra gondolunk, hanem mindenképpen arra inkább, hogy ahol hasonló a beszélgetésekbe közösség ezt igényli, hogy legyenek. Ugyan voltak, illetve vannak is, de mindenképpen több lehetőség kellene, ahol meg tudják beszélni, ki tudják beszélni magukból azokat a problémákat, illetve hát tulajdonképpen erősíteni is egymást, hogy bizonyos dolgokon, hiszen most annyi minden ránk jött, ugye itt a vírustól kezdve a háború, meg minden, ami befolyásolja az embereknek a mentális mindenképpen, és hát ezen valahogy túl kellene lépni. Most én úgy gondolom, hogy egy közösségnek, ha van programja, akkor mindenképpen ez tud segíteni ebbe. És hát bármennyire is nehéz, de én látom és bízok benne, hogy a fiatalokat is be tudjuk vonni, és olyan programokat kell ellátni, illetve támogatni olyan programokat a közösségek részére, amelyek segítenék ezt, akár gondolok néprajzi táborra, vagy olyan kézműves programokra, ahol a szülővel együtt lehetne ezt tulajdonképpen megoldani és segíteni. Húshagyó kedd a farsang és egyben a farsang farkának utolsó napja. Ezen a napon véget vetünk a mulatozásnak, befejeződik a báli szezon. Báta széken egy bállal búcsúztak az időszaktól. Bárkit szívesen láttak Bátaszéken a helyi Székely Egyesület báján. A résztvevők szigorúan csak éjfélig mulathattak, hiszen húshagyókedden tartották, ami azt jelenti, hogy miután 12-t ütött az óra, kezdetét vette a nagybőjt időszaka. Általában a böjtben nem olyan ételeket ettek a felmelőink, amik túl ízletesek voltak. Tehát ezzel is kivették a részüket abból, hogy nem olyan étkeket fogyasztottak, ami aztán elteríti az embert, és nagyon-nagyon jól lakatja, inkább csak a kötelező energiabevitel volt meg. A nagyszüleink, én még arra emlékszem, hogy mikor jött a böjt időszaka, akkor az edényeket hamuval kimosták. Tehát teljesen zsírmentesen próbáltak étkezni. És hát ez azt jelentette, hogy hát a 40 napot ők keményen betartották, most már sajnos ez nem olyan egyszerű.
Hát állt az étkezésük, ugye olajat ütöttek annak idején, tehát zsírhelyett olajat használtak. Mindenki tartott tehenet, a túró, tejföl, ilyenek adottak voltak, és káposzta, hagyma, tehát minden ilyen fölhasználtak. Savanyú káposztát például nagyon ügyesen olajjal lepirították, és puliszkával ették. És akkor csináltak krumplis puliszkát is, az is hasonló, csak liszttel keverték ki, bele a tepsibe, jól meglocsolták tejföllel, és megsütötték. Tehát ilyen volt az étkezés, és a levesek is általában ilyen zsírmentes levesek voltak, egyszerűen elkészítették a paradicsomlevestől kezdve minden ilyen céklalevest is ettek, lucernalevest, mert jött a tavasz, akkor fölhasználtak minden növényt, ami hát hozta az időjárás magával. De legfőképpen a káposzta és a puliszka volt a fő étkezésük tulajdonképpen. Ők nem reggeliztek, hanem inkább olyan dél felé ettek. És akkor este volt a vacsora, kétszer ettek naponta, nem többször, és ebből az egyik az általában tejtermék volt, a másik meg a puliszka. Tehát úgy összerakták, süteményt is a puliszkából tudtak csinálni, megkenték lekvárral, tehát ügyesek voltak az őseink ebből a szempontból. A húshagyati bálon azonban még igazán jókat ettek a résztvevők. Ilyenkor a bőségkosara volt, mint ahogy itt is, hogyha megnézitek az asztalt. Most is úgy csináltuk, hogy szombaton levágtuk a disznót, és akkor hát ami maradt, meg még hozzá készítettünk, meg az asszonyok is még salátákkal megtódották, úgyhogy akkor régen is így volt. Csak lehet, hogy hagyományteremtőbb volt a dolog. Tehát most nagyon ilyen majonézes dolgok, ilyet nem ismertek. Általában a pénteket azt mindig meg szoktuk tartani, az bejön. Hát ránk férne, megmondom őszintén, ez a böjtölés. Nagyon nehéz, mert a családban nem mindenki tartja. És hát én próbálom, de igazából nem megy úgy, ahogy kellene. A pénteken az teljesen húsmentes. Akkor én is szoktam, én külön főzök így akkor magamnak, így ilyen puliszka, káposzta, aludtej, azt is ették a puliszkával, csinált tejet is csináltak, az azt jelentette, hogy felforralták a tejet, és akkor kikenték tejföllel a lábost, és beleöntötték a hideg tejet, és előbb megaludt a tej, és nagyon gazdag volt a tejföltől még, tehát... És ez nagyon laktató volt, a puliszkával ilyeneket is ettek. És ezt anyukámtól tanultam, és ezt én is megcsinálom így magamnak. Maga az egyesület biztos, hogy be fogja tartani, hiszen zenés-táncos összejövetelt nem tervezünk. Mindenképpen össze fogunk jönni böjti étkeknek az elkészítésére és kipróbálására. Ha személyesen kell fogadalmat tegyek, akkor én azt gondolom, hogy igen, vannak az embernek elképzelései, és remélhetőleg sikerül betartani. Én magam rövid italt nem iszok 40 napig, illetve igyekszem betartani, hogy napi egyszeri étkezés lesz csak. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!